Tovább folytatódott Rákosmente önkormányzatának intézményfelújítási programja, melynek keretében ezúttal a rákosmenti gólyafészek bölcsőde gyarapodott homlokzati hőszigeteléssel, emellett pedig a nyílászárók, illetve az ablakpárkányok cseréjét, valamint az épület festését is végrehajtották a szakemberek. Az aktuális beruházással kapcsolatban Horváth Tamás polgármester elmondta, a napjainkban egész Európát sújtó energiaválság közepette, a most megvalósított fejlesztés nagy segítséget jelent, mivel a projekt végrehajtásának köszönhetően az energetikai jellemzői is jelentősen javultak az intézménynek. 800 négyzetméter felületen 16 cm-es hőszigetelést raktunk fel egy drive-it vakolattal, és hát abban bízva, hogy ez a hőszigetelés is majd segít abban, hogy az energiaköltségeinket tudjuk csökkenteni. A mai világban ez már elengedhetetlen, de most különösen éles a helyzet, hogy úgy mondjam, hiszen jelentős energiaszámlák. Energiaszámlák jelentősen megnövekedtek az utóbbi időben, és ez is fog segíteni abban, hogy az önkormányzat költségeit egy kicsit csökkentsük, nem beszélve arról, hogy talán az épület is egy kicsit energiahatékonyabb lesz, meg most szebb is lett, hiszen teljesen újra át van festve. Bendéné Magyar Csilla, a Rákosmenti Gólyafészek Bölcsőde intézmény vezetője örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenleg esedékes téli időszakban is az eddigieknél komfortosabban töltetik a mindennapokat a gyermekek, valamint a nevelők a létesítmény falai között. Az épületnek a felújítása megtörtént, nagyon gyorsan és precízen pontosan dolgoztak a szakemberek. Ennek hatására érezhetően melegebb van az épületben, és hát nyilván ez a kisgyermekek számára nagyon fontos. Az épületet érintő munkálatok várhatóan már a közeljövőben folytatódhatnak, amikor a tervek szerint a tető átalakítása fog megtörténni, megszüntetve a csapadékvíz által okozott problémákat is.